11. osztályban ismertem meg Kis Gézát, amikor az iskolánkban elindította az UKTV előkészítő szakkört, amire többen is érkeztünk az osztályunkból, és kíváncsiak voltunk, hogy mégis mire számíthatunk. Élénkre emlékszem, hogy az első alkalommal egyenlőtlenségeket vettünk, és Kis Géza a 60 perces órára 60 feladatot hozott. Elkezdtünk dolgozni egy rövid bemutatkozás után, és pár perc után már világosodott, hogy nem is a feladatoknak a mennyisége az igazán megdöbbentő, hanem a struktúrája, hogy azokat összeválogatta. Nem volt egy fölösleges feladat, nem volt olyan, amit ki lehetett volna hagyni, mindegyik előkészített valamit, megerősített valamit, és szépen összefolyt egyetlen egy mederbe a végén. Kis Géza pedig 10 embernek gyakorlatilag 10 szálon vezette az órát, járkált a padok között, segítséget nyújtott, mutatta a következő feladatot, ha elkészültünk, és mégis a végén sikerült összefoglalni, hogy mindenki ugyanoda érkezett meg. De számára ez nem 60 feladat volt, hanem 60 feladat, amit be lehetett járni többféleképp ugyanazért a célért. A másik maradandó élményem ezekről az alkalmakról a stílusa vagy a hangulata az óráknak. Gyakorlatilag bármikor meg lehetett állni, bármiről lehetett beszélni. Maga Kis Géza pillanatokra tudott váltani matematikai és nem matematikai témák között. Egyik pillanatban még az Ábrahám cser részleteiről beszéltünk, a következő pillanatban meg megkérdezte, hogy mi is volt ez a párnacsata a kollégiumban tegnap. Egészen kiskoromtól kezdve érdekelt az, hogy számoljak, és hogy bárhová kerültem, akkor az ablaktábláktól kezdve a nagyszüleimnél az olban az állatokat, mindent számoltam. A gimnáziumban pedig az elköteleződés az nagyjából szerintem hogy a második gimnázium környékén megvolt, amikor kizárásos alapon rájöttem, hogy én nem akarok mérnök lenni, nem akarok közgazdász lenni, de mindig ezzel szeretnék foglalkozni. Az édesapám óvatosan próbált ettől elterelni. Kedvenc szlogenje volt, hogy kisfiam, hát nézd meg a tanítónak, mindig kopott a nadrágja. Hát olyan jó tanuló vagy, hogy bármi mást is választhatnál, gondold már meg. És én mindig mondtam, hogy nem, nekem ez jó lesz. Azt mindig meg kell csinálni, hogy minden órán legyen valami olyan, ahonnan eljutottunk valahová, és úgy álljunk fel, hogy most te ezzel többet tudsz, és hogyha máskor egy ilyen jellegű probléma lesz, akkor van a kezedben egy fegyver, egy módszer, amivel ez biztos, hogy most már sikeresen tudod megoldani. És ha van sikerélményük, akkor ők is nagyon örülnek ennek. Most éppen egy ilyen tizedikes osztályom van, nagyon aranyos, nagyon kedves gyerekek, de valószínűleg nem lesznek matematikusok egyik sem. Még az előfordulhat, hogy közgazdaság irányba el fognak menni, éppen ezért, hogy tetszik nekik. Sziasztok, régen beszéltünk. Kinek van ötlete, mit kéne csinálni? Simán, mondd, mit csináljunk simán. Mondjuk a specmatos társaságnál ott sokkal több tere marad annak, hogy a gyerekek beszélnek, ők mondják az ötleteket, és ők is mondják végig az ötleteket. Tehát A az ászor B-vel, neki az intellektuális élmény kell. És sokszor azt mondja, amikor meg akarok beszélni, hogy tanárom, még ne beszéljük meg, hát én azért még gondolkodni szeretnék. Az ember ezt tanulja meg sok év alatt, hogy hogy tudja ezt eladni a gyerekeknek. Eladjuk nekik ezt a dolgot, hogy ne unalmas legyen, ne száraz legyen. Azok a sorban növekvően vannak, vagy csökkenően. Ha nagyobbat akarunk, akkor elérjük, hogy ez is kisebb legyen. A kapcsolat tanár és diák között az rengeteget számít. Tehát az, hogy ő elhiszi nekem, hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni, ez már fél siker. Akkor lett volna ez a féle hozzáállás, hogy én azért vagyok, hogy őt segítsem, és ő az első, ez kell hozzá. Tehát ha ez nincs meg, akkor lesz ez a tekintélyelvű vízi, hogy én majd megmondom neked, hogy te mit csinálsz, és ide mész, oda mész. Ez a féle tanári attitűd, ez aki most kezdi a pályát, az már ne kezdjen hozzá, hogyha így gondolja, szerintem. Ha ebben a párban a nagyságrendben egyformán vannak, és kisebbet akarunk, akkor ezt megcseréljük az alsót, igaz? Én azt mondom, hogy egyrészt nagyon kell tisztelni a gyerekeket. Azt nagyon kell. Szóval, hogy anélkül nem megy ez a dolog. Hát nálunk ez egészen odáig elmegy, a gyerekeknek jó része okosabb, mint mi. Tehát azért azt kell, helyén kell tudni kezelni, hogy ezek a gyerekek, ezek nemzetközi szintű versenyzők lesznek, én pedig tanár vagyok, de nekem ez oda kell adnom csak mindent, hogy ezt megcsinálja.